Sziasztok, Klesi Jamac! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és egy újabb War Recap, mindenki örömére, szintén Clash of Clans természetesen. És az elején, amikor elindult ez a war, picit megijedtünk, ugyanis láthatjátok, hogy a nagy karakterem KHT-t és az én karakteremen is toltak scoutot, ezek ilyen nulla csillagos atakok. Kicsit megijedtünk, hogy hoppá, ezek szét fogják modolni a bázisainkat, aztán fordítva lett, nem modolták szét őket, sőt még meg se támadták annyira, hogy az enemy elsője nem is támadott egyáltalán, a másikja is csak egy fajrolt atakot nyomott. Mi pedig lehoztuk mindenkit három csillagra, az első két embernek ugyanaz volt a bázisa, az elsőt KHT megtámadta, első volkizása nagy valószínűséggel, illetve nem nagy warban első volkizása pontosabban. Szóval ez két csillag 70-valány százalék lett, és én megtámadtam az elsőt hasonlóképpen, három csillag lett, és az elsőnek és a másiknak ugyanaz a bázisa, úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy a másikat is ugyanúgy támadjam, és szintén három csillag lett természetesen. Most úgy kezdtem, hogy négy darab földrengéssel berobbantottam, ezáltal nem volt szükség farobbantósra. És ennél a támadásnak Queen-em nagyon hülye volt, mert megláthatjátok. Pár darab Giant, és jönnek a Walker-ök, még több Walker, pár darab Wizard, még több Walker, még több Walker, még több, még több, még több, és ugye hősök, és láthatjátok, hogy a Queen-em most volt hülye, bementek ugye a Walker középre, nagyon fontos, hogy a Grand Warden képességét még akkor kell elnyomni, amikor még viszonylag az elején vagyunk, és én ezt meg is tettem, a másik támadásnak kicsit vártam vele, és ugye egy darab Freezepell, a Freezepell alatt mindent sikerült leszedni, ami ott volt, és láthatjátok, hogy a sereg nagy része elment így jobb oldalra, még viszonylag sok defense van, viszont még életben van egy csomó darab Walker, Barkingem, Archer Queen-em és Grand Warden-em is él, úgyhogy a Barkingnek és az Archer Queen-emnek még képessége is van, és láthatjátok, hogy most jó, hogy vittem minionokat, ugyanis szépen tisztítottak, és sikerült leszedniük a cannont, ami ugye a Barkingemet lőtte. Majd ugye most már nincsenek walkerök, viszont már nincs annyira sok defense a bázisban, viszont a Queen-em és a Barkingem szépen különállóval mennek, ami annyira nem jó. Barkingemnek elnyomtam a képességét, sikerült elég sok épületet leszedni vele, ugye a Queen-em ott hülyeskedik hátul. Itt igazániból az volt a célom, hogy szedjük le azt a fránya érdefenzet, hogy a minionjaim túléljék, és ez sikerült is, ugye Barkingem épp hogy csak de leszedte az érdefenzet, ugye Grand Wardenem most pedig elkezdett sebzést kapni, még nem halt meg, csak most vagy túlélte, nem, pont meghalt, és láthatjátok, hogy igazándiból csak egy darab mortár, egy cannon és egy wizard tower maradt versus Queen-em, versus egy wizard pluszba, és ugye a Queen-emnek még képessége is van, a legtovább vártam vele, amennyire csak tudtam, vártam, elnyomtam, Caron-t leszedtem, és a Wizard Tower-nak szinte semmi élete nem volt, úgyhogy a Wizard one-shotolta, és három csillag. Boom. Igazából lehetett volna egy két csillag magas százalékkal, de épp ott csak három lett. Nos, ugyanezt a stratégiát alkalmaztam, természetesen a második bázison, ami picit gyengébb, és az a furcsa, hogy a cannonok, nagyon sok cannon itt a külső párkányon, vagy hívjuk ahogy akarjuk, helyezkedik el, és én ettől picit beparáztam, mert majd láthatjátok, hogy nem minden úgy ment, ahogy én akartam. Ugyanoda dobtam a Freezepellt, Walkerök szépen kitisztították a bázis közepét, itt majdnem ugyanaz történt, mint az előzőnél, csak ugye itt balról indult meg az atak jobbra. És itt is sokat vártam a Barkingem képességével, a Queen-em majdnem meghalt, mint láthatjátok. A Barking pedig átment kamikázébe, de elég sok mindent szedett le. A Queen-em képességével, mert vártam, mert ott van lent még két darab átcsöltelvől, valamint még egy cannon is. Úgyhogy vártam, amíg tudtam, és elnyomtam. És végül meglett az Archer Tower és a Cannon is, és pluszban még a Grand Wardenem is túlélte. Szoros volt, de ez is szintén meglett, és végül három csillag. Jó kezdek a maxos hősök, meg a maxos Walkerök. Kíváncsi vagyok az új bowlerekre, amik ugye kevesebb helyet foglalnak, valamint az új katonákra majd. Jöhet a hármas. Ez igazániból, annyira sokszor használom ezt a szót, hogy nem hiszem el. Szóval ez
valójában, és tényleg, és egy TH 9, nem, de 9.5, tehát nincs infernójás, nincs infernója, és TH 10. És nem úgy jött össze a támadás, hogy szerettem volna, de igaz, a én támadó erőmhöz képest ez egy nagyon gyenge bázis volt. Tehát látjuk, egy jump spell, raid spell, még egy raid spell, még egy jump spell, és még pár darab hog riderem is volt. És láthatjátok, hogy az össz mind a két hősöm elment bal oldalra, amit nem így terveztem. És ugye a maradék hog riderekkel pedig beszettem az utcsó defenseket, de igazániból vihettem volna bolkikat is helyettük, ugyanis szinte nem is volt rájuk szükség, elég egyszerűen meg lett a három csillag, és még egy swag spellem is maradt. Boom! Tehát egy spellel kevesebben sikerült elérnem a három csillagot. Következő atak, szintén algó karakter, és szintén Chief KHT, aki a 14. nálunk versus a 6. TH9. Most úgy látom, a hőseivel sikerült leszednie egy defenset, mivel nagyon a bázis szélén van. Ugye ezt elég egyszerű leszedni. Egy levánod a CC-ben, és sok-sok balón, sok-sok sárkány, és két darab bécspel, valamint egy harmadik jön majd középre, és igen, egy defenset sikerült likvidálni ugye a gyenge hőseivel, ugyanis rosszul volt pozícionálva. Talán még az enemy quint is sikerül leszedni, és sikerül. Pont sikerül, és most láthatjátok, hogy a sárkányok három részbe váltak. 3-2 és 2, illetve most csak 3-2 és 1, de csak egy ercsöltelver tudja őket megállítani, ami bizony nem lesz elég, úgyhogy Tristar, bitches. Most 3 csillag lett végül. 6-os után jöhet a 7-es AS Marci támadásában. Láthatjátok, hogy a Queen iszonyatosan rossz helyen van, valamint nagyon sok ilyen szabad épület van, úgyhogy azokat szépen pár katonával sikerült leszednie. Majd ugye jön a Queen Walk, 28-as Queen, 4 darab healer, és bum, meg is van az enemy Queen, viszont most elég sok minden kezd el a Queen-jét lőni, úgyhogy jön is a raid spell, pontosan most, bum, raid spell, épp hogy csak, de benne vannak a healerek, igazándiból a belső részét fölösleges volt ennyire belülre dobnia, és érkezik a golem, pár darab wizard, pár darab wallbreaker, és ugye a walkerök és a barkingje. Az a pár hog valószínűleg véletlen volt. És jump spell, két darab poison spell, valamint nem, nincs a másik spell, bocsánat, és érkeznek a hog riderek, amiből párat szépen kilőtt, azaz big trap, ami hát elég látható helyen volt, de jól is volt pozícionálva. Queenjének még mindig van képesség, ha most elnyomta volna, akkor leszette volna, és el is nyomta, leszette volna az első tavert, és ugye le is szedte. És sok hog rider maradt életben, akik szépen tisztítottak így a végén, és három csillag. GG easy. Na, ezért nem annyira easy, de GG. Nos, egy újabb támadás kecskétől, az a bázis ellen, amit körülbelül a legegyszerűbb három csillagozni. Nem is tudom, hogy mit gondolnak azok, akik ezt a bázist használják. Gólevától kezdve mindennel lehet három csillagozni ezt a bázist, szóval ne használjátok ilyen bázist. Három darab gólev, pár walker, hősök, és meg is van a bázisnak a nagyja, a maradék részre pedig mehet pár darab hog rider, és szimpla három csillag. Ráadásul úgy lett meg a három csillag, hogy egy spellel kevesebbet használt el kecske, és láthatjátok, hogy a Queen-je középen van, és körülbelül egyedül beszedi az összes defense-et középen, és érkezik az első heal spell, a másik pedig oda valahova fölülre, de tulajdonképpen arra sem lett volna szükség, mert több sok minden van életben, és egy spellel kevesebben sikerült három csillagozni ezt a bázist. Szóval ne használjátok ilyen bázist tényleg, mert gagyi. És kecske, neked pedig gratulálok, a swag spell, yeah! Nos, és egy utcsó atak Kacsó Petitől, aki egy friss TL9, ugye láthatjátok, hogy 3-as queen-je van. És go! Hogozik. Két darab gólem, ugye 2-es gólem TH8-ról, pár darab wallbreaker, sikerült berobbantani két darab falat, jupi, sok-sok wizard, barking, és ugye az a kemény queen, és egy raid spell, valamint egy poison spell a CC-re, a barking szépen túlélte, és átment a falon. Nem, amúgy nem, ja, ott a pár wizard ölte meg, na mindegy, és három darab heal spell maradt a hog riderekre, ami tökéletesen elég.
és elég is volt. Valamint egy hisz pelmelt, miért is ne. Úgyhogy szépen a hogok itt ketté váltak, és maradt még egy hisz pelmelt, amit oda fölülre dobott le. Lent pedig szépen pár darab hogrider kivégezte az utcsó épületeket, és bizony meglett az összes defense, innentől már ugye csak tisztítani kell. Ami viszonylag sok időbe telt, ugyanis a barkingek, golemek, queen mind meghaltak a támadás első részén, és hoppá hoppá, ez akár még gondot is okozhatott volna, de ugye a hogriderek a bázis egyik feléről viszonylag hamar átérnek a másik felére, mivel át tudnak ugrani a falon, és bizony három csillagkacsó Peti, szerintem első TH9-es vorja és atakja volt. Gratulálok Petinek, valamint a többieknek is, hogy sikerült lehoznunk ezt a vort maxosra. És köszönöm szépen nektek is, hogy velem tartottatok, remélem, hogy élveztétek ezt a videót, én ennyi lettem volna mára, sziasztok! Action, tell me what's happening, what's your mind wrapped in a wrap?